míg a Gamers Origin tökéletesen azt is megnyerte. Na, de viszont itt a második mérkőzés. 1-0-ra eddig vezet a Gamers Origin, most ők vannak a kék oldalon, míg az Osters pedig piros oldalon, és egyelőre nem látom azt, hogy a Gamers Origin mit bannolhatott volna elsőre, hiszen a drága francia kollégák úgy tűnik, hogy nem akarják a tudtunkra húzni. Viszont azt tudjuk, hogy az Osternél eltűnt Jace, amit most már többször is láthattuk, hogy semeknél nem akarnak látni, valamint az Aurelion szól. Előbb is Aero-tól vették el, most is úgy tűnik, hogy emellett döntenek, és pótolni nem akarják továbbra se az első bant. Kha'Zix a második, tehát a bannok nagyjából megfelelnek az elsőnek, és végül aztán egy Shen a harmadik. Szerintem ugyanazok a bannok érkeztek, mint ugye az előző mérkőzésem. Szóval egy LeBlanc volt a Gamers Origin-nál? Én úgy gondolom, hogy az volt az a ban, de hát meglátjuk, hogyha érkezik LeBlanc, akkor tévedtünk, de szerintem ugye látjuk, hogy ugye az Osservnél is megegyeznek a bannok. Úgy gondolom, hogy a Gamers Origin se nagyon változtatott az előző mérkőzés után, és ugye mint ahogy látjuk, most ők lesznek a kék oldalon, szóval ők élvezhetik az first pick előnyeit, kíváncsi vagyok, hogy mit fognak elhozni. Hát, úgy néz ki, annyira nem nagy a meglepetés. Én betettelek volna a csapatomba. Semek! Elhozza rögtön az első választásba Blue Zone-nak, aztán Lee Sin, ugyebár az első mérkőzésen is tökéletesen játszotta le, és itt látható az, hogy voltak az előbb a pikkésban. Részlegen egy Syndrával nyitott. Hoho! Az Osserv, és úgy tűnik, hogy most elveszik Kittitől. A Varusát viszont process nem maradt továbbra, és az Ivern ugyebár Kitty az előbb a legtöbb sebzést tolta a játék során. Hát konkrétan a Varusával, kétszer és többet, mint a második. Így van, és teljesen lehetetlenné tette Fallennek az életét. Mind a Corruption végső képességei jók voltak Kittynek, mind pedig a Piercing Arrow-i átütötték az ellenfelet, és úgy tűnik, hogy most Kitty próbálkozik meg. A Jinnel, valamint Tonelnél pedig egy Syndra lesz. Tehát annyira. Viktor helyett Syndrával fog most brillírozni a francia játékos. Kíváncsi vagyok, hogy Aero be fogja játszani most a midest. Ez egy nagyon jó kérdés, hogyha az előzőt nézzük, előző mérkőzést, akkor valószínűleg igen. És annyira nem lepődök meg, ugye a botlén választás, ez a két AD carry, aki úgy általában szokott lenni, ezt az LCS-ben is ugye megemlítették, hogy hát igen, azért már egy kicsit kezd unalmas lenni, hogy ezt a kettő karaktert kell szinte csak játszani, van egy-két próbálkozás másod, de ugye ezeket látjuk szerintem a legtöbbször, és úgy néz ki, hogy Aero nem választott midlanert, hanem topra érkezik Vince kezébe majd ugye a nehéz búvárunk, így ugye Semek kezébe kerülhet a Maokai, ami elég érdekes lenne, hiszen konkrétan eddig kettő karaktert cseréltek. Igen, és úgy tűnik, hogy egy újabb fightert vesznek el Semek részéről, hiszen az előbb már ott volt a Jace, és most úgy tűnik, hogy a Fiorát is kiszedik. Ryze érkezik a második pamfázisnál a Gamers Origin részéről, amit ugyebár el lehet venni Aero-tól, az egyik legjátszottabb hőse, valamint Rumble is kiszedésre kerül, ugyebár továbbra is bennmarad a Maokai. Kíváncsi vagyok, hogy esetlegesen Vel'Koz-t fogja bannolni, és így is van, Vel'Koz-t bannolják Aero elől. Többször már behozta, ugyebár kb. Úgy tűnik, mint ADM-nél Magyarországon, Aero-nál se lehet Franciaországból hagyni azt a Vel'Koz-t, mert néha-néha azért ráteszi a kezét a fiatal játékos. Így milyen lehetőségei maradtak midre, ugyebár? Hát minden mostanában van egy-kettő választás, amit lehet erőltetni, ugye ott van most ez a support, lesz valószínűleg Yorai-hoz, még ezt is akartam mondani, hogy ugye Karma is egy nagyon-nagyon szeretett support, hiszen ugyanúgy nagyon erős pókokkal rendelkezik, illetve azért a csapat egészét tudja segíteni, és midlérre, hát ugye Viktort látunk nagyon sokszor, most látjuk, hogy ugye Vel'Koz Aurelion szólt is elhoztak, vagy hogy kibannolták ellene, szóval most Aero-nak azért kicsit nehézkesebb a dolga, hiszen hogyha megnézzük, akkor négy, hogyha ugye a LeBlancot is bannolták, amit mi úgy gondolunk, hogy igen, akkor öt darab midlaner, plusz ugye a Jace-t is láttuk már miden, de inkább maradjunk, az öt darab midlaner van kibannolva, szóval már annyira nagyon sok választása nem feltétlenül van. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel fog majd próbálkozni. Ugye láttunk már például Xeratot is itt a francia bajnokságon, és még ezt akartam kiemelni, hogy Semek lehet, hogy el fogja hozni ugye
Kamilla. Gyönyörű kis Kamilunkat, hiszen most a 7.3-ba gyengítették egy kicsit, de ezzel csak azt érték el, hogy egy kicsit pontosabban, kicsit óvatosabban kell vele talán játszani, de még mindig egy nagyon-nagyon erős választás, és ugye mivel kibannolták a Fiórát, ami talán az egyik legjobb fegyver Kamilla ellen, ezért Semek mindenféleképpen jól járhat ezzel a választással, és ott van a Zix, ugye midlére látjuk, hogy azért a pickban az nem a legjobb számára, hiszen azért nem a legszeretettebb midlaner, de ugye amióta elkezdték boton AD carry-ként játszani, ott utána megjött a bátorság, és elkezdték miden is kicsit erőltetni a dolgot, és úgy néz ki, hogy most is látni fogjuk. Ott van Process kezében ugye ismét a másik faemberünk, nem tudom, hogy mennyire lesz ez jó, hiszen az előző mérkőzésen nem igazán sikerült teljesítenie, hogyha jól láttam, körülbelül 3000 damage-et osztott az egész mérkőzés, azt mondja, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés damage-et osztott, és ugye Blurzor a Lee Sin-nel az early game-ét nagyon el tudta lehetetleníteni, és tudjuk, hogy Ivern azért a játék korai szakaszában nem annyira erős. Hoho, be is léptünk a játékba, és néztem a francia kollégákat, és egy kicsit úgymond elsírtam magam, mert ott láttam, hogy megosztják a beszélgetést, mit tettek, illetesen kihagytál az egészből, mindegy. Lépjünk tovább, lapozzunk. A piromókus úgy tűnik, hogy ADC-ként fog Fallen kezében brillírozni, és nem miden. És ezzel szemben Aero Varusszal midezni fog, tehát egy kicsit csavarságot az osztályra az egész játékába. Most még kevesbé tankos csapattal jön ki a Gamers Origin, és rögtön egy cheese taktikával próbálja meg bevenni az ellenfél alsó részlegét, ugyebár a Blueserék hiarány az, aki megnézheti azt, hogy mit elem a bokorban, néhány Gamers Origin játékos, úgy tűnik, hogy a második pokorban bújtak el a játékosok többi részét. Hoho, ezt nagyon sokszor eljátszották, még egyszer se jött össze legyen. Neki. És most így nem éli el Semek, hiarányosan jó a kivirágzás Kittitől, viszont hiaránynak itt csak a flash bánja. Ha Semek egy kicsit előbb nyomja el, akkor talán elsíphette volna Jorájnak a fületövét, de így nem. Process viszont ezzel információt nyer. Valószínűleg, de úgy néz ki, arra, hogy már mennek is. Kezdeni. Mennek is át, hiszen gondolom, hogy Blueserék tudják, de hogy mi a taktika. Meg, így nagyon könnyedén el fogják őket kapni, hiszen Semek és Blueser is olyan helyen fog járkálni. De egyelőre úgy tűnik, hogy mégse próbálkozik. Nagyon óvatos, nagyon óvatos. Ugye Semeknél az volt a probléma, én úgy gondolom, hogy ugye nem a bokorban kezdte meg a odahúzást és a kiugrást, hanem a két bokor között ezáltal Vision-t kapott az ellenfél, és így volt elég ideje reagálni arra a stunra. Nagyon-nagyon szép próbálkozás. A Gamers Origin nagyon sokszor próbálta már meg ezt a botlane cheese, de nem igazán jött össze. Közben Aero nagyon-nagyon problémába kerül midlane, hiszen nagyon szépet cserélt vele Toner, igaz, egy-két normál attackkal azért őt is sikerült megkínálni, és ugye ott az átütő nyilvessző, és ezzel ugye saját oldalára vette át kezdeményezés lehetőséget, közben ugye Blurzor ismét az előbb nem hülyeség amúgy ez a Varusra ellen, viszont kíváncsi vagyok, hogy fog most Fallen zigzag brillírozni, ugye bármilyen. Folyamatosan az volt a baj, hogy Targamasszív torony alá kényszeríti egyszerűen az Oster botlényét, és nem tud mit csinálni. Viszont a zigzag pont azt lehet elkerülni, mert iszonyatosan jól tud pusolni. Iszonyatosan oda tud csapni, és talán most ezzel egy kicsit vissza tudja tenni a Gamers Origin botlénének az arcát. Főleg, hogy ugye most Kitty nem is a kedvenc Varusával van, hanem Jinnel, amivel azért láttuk, hogy voltak problémái. Közben látjuk, hogy Process is azért nézelődik Genk után, hiszen az előző mérkőzésen nem igazán sikerült segíteni a csapatát, most talán majd próbálkozik. Toplénen látjuk, hogy ugye Vince nyakán van konkrétan Semek folyamatosan. Konkrétan nem láttuk. Ó, közben Blurzor nézelődik midre, nagyon szép. Ú, jó, aztán, és ezzel meg az első gyilkosság. Ott van. Igen, Tonertől érkezik a Flash, ami sikeresen eltakarítja, és ezzel a Premier Sunk már ott van a Gamers Origin-nál. Köszönjük szépen a francia kollégáknak, Semeket próbálják meg elkapni. A mágikus pajzs feljön a passzíjjal segítségével, viszont a flash-ét követően lávaival allébb
brigirozza magát, így ő megmenekül a halál elől, továbbra is 1-0-ra vezet, és Jorájnak van iszonyatosan kevés élete, Kittinek a kivirágzás nem találta el az ószer szupportját. Közben ugye látjuk, hogy Targamas folyamatosan zaklatja Fallent is, hogy tudjuk, hogy ez a Jhin Zyra botlén mennyire erős, szerintem ezt te is meg tudod erősíteni, hiszen már találkoztál vele szerintem te is egyszer-kétszer így a csapatodon belül. Nagyon-nagyon erős kombináció. Mi nem játszunk. Egyszer se fordult még elő. Nagyon-nagyon erős botlén kompozíció ez, és ez látszik is, hiszen folyamatosan vissza van tolva az ellenfél a torony alá. De én úgy gondolom, hogy ez minden lane-re jellemző. Nagyon agresszívan játszik a Gamers Origin, úgy néz ki, hogy tudják, hogy erősebbek ellenfeleiknek. Közben Processor amúgy nagyon szép a Counter Jungle. Szóval igen, csak az a baj, hogy Ivern, hogyha nincsen smite, akkor vigyázni kell vele. Óvatosnak kell lenni, igen, Blurzor érkezni fog, de úgy nézem, hogy ugye Processor is használta a smite-et, és Toner lehet bajban Genk miatt. Igen, akinek most nincsen flash-el, is kell lekötés Toner. Jaj, de szép. Viszont a stun gyönyörű. És így a piercingenról már Iron-nak esélytelen elkapni a száguldozó Tonert. Megint gyönyörűen játszom meg a francia mides ezt a szituációt. Sorra-sorra lenyűgöz minket a játékával, már tegnap is kifejezetten jól játszott a Montupi versenyén, de most is... Blizzardtól megint gyönyörű! A Q, és ezzel elkapja. Processen lehet a hangsúly most, miután a kivirágzás és Targamax-tól a világjai jönnek, és a dublé pedig Blizzardhoz. Közben Jorá is bajban lehet, nagyon. Jorá is bajban lehet, jöhet a triplé, Blizzard flash-el, és megvan a triplé! Blizzard! Úgy tűnik, hogy már egyre otthonosabban mozog Franciaországban, biztos a sok baguette megtette a hatását, de egy hónap után már sorra-sorra hozzá a gyilkosságokat, és nem azt a félszeg és izgulva játszó magyar gyereket látjuk, akit talán amikor az első bemutatkozó mérkőzésen láttuk, hanem magabiztosan mozog folyamatosan a pályán, és a Lee Sin-jét már szerintem bannolni fogják ellene. Úgy gondolom, hogy ott is hamar megismerik ezt a championt, hogy mennyire jól tud vele játszani, és hogy itt a szép visszajátszás arról bizonyos hármas gyilkosságról, Bruiser egyszerűen nagyon szépen mozog a csapatával, de ki kell emelni azt is, hogy Kitt és Targamas is mennyire előre gondolkodva segített a csapatnak, és mozdult ki, hiszen hogyha térképet néztük, most már kicsit későn hívom fel a figyelmet, de látszott az, hogy Process követték folyamatosan a dzsungelbe, és ezzel lehetőséget adta a Blizzardnak, hogy utolérjen. Bye-bye Vince! Vagy Vince a magyar top lénen. Még egy magyar top lénen? Még egy magyar top lénen. Mennyi magyar top lénerünk lesz már lassan. Úgy van. Itt van Vince, ott van Csacsi, csomó magyar játékos. Na de, ugyebár konkrétan target practice volt ez Blizzardnak, Process meg mint érkezik felsős. Egyedül semeget próbálták így meg megfogni, mert Toner könnyedén kimászott Aero kezei közül. Semek is hasonlóan, bár ott a flash-ét el kellett használni azért Semeknek, de 4-0-ás hátrányban van az ószerv. Az ugye első 6 perc után volt. Szóval hihetetlen, hogy mekkora előny, ugye ez több mint 2000 goldos különbség, és azt kell mondanom, hogy ez a... Hogy is mondjam, ez az Iron pick, ez nem igazán jó. Szóval a Process egyszerűen nem tudja segíteni a csapatát, amire nagyon-nagyon nagy szüksége lenne. Ugye nagyon jól tudja a Gamers Origin csapata, hogy itt a... Nem is azt mondom, hogy nem kell félni a korai genkektől, de annyira azért talán ilyen szinten az Iron már az korai szakaszokban nem annyira veszélyes, igaz van egy kis lefogása, de kis odafigyeléssel azért ezeket szépen ki lehet kerülni. Közben Targamas lejött ez a lefogás. Viszont Kitty úgy tűnik, hogy a kismókust kergeti arrébb, ha van nyugati kabboly. Könnyedén elkergeti a kis húmókusunkat. Szóval visszatérve, Gamers Origin nagyon-nagyon jól használja ki ezt a tudást, hogy valószínűleg Processnek nem sok beleszólása lesz, közben Targamasnak kellett keresni. Targamas! Érkezik a gyógyítás, és Kitty-től Process adat megpróbálja elkapni Zyrát, és a skillsetokkal nincs barátságban. Az ószer csapata, hiszen ketten is misszelték, és így majdnem Process hagyta ott a fogát, vagy inkább a cukormázát, mert Kitty egyszerűen bravúrosan játszik a mai BO3-akarat. Blizzard rúgja vissza a mélytengeri búvárunkat, jó a kettős eldobás, Semek ugrik rá Vince-re, Fallen takarítja el közben Targamas az alsó ösvényen, viszont így egy-egyes cserét eszközöl a Gamers Origin csatata, miután Blizzard megérkezett
Semekle, úgy tűnik, hogy most már a bőrönd Semek lett, ugyebár nemrég a Facebookon kiírta egyszer Bruiser, hogy azt mondta neki, azt hiszem Semek, hogy Bruiser, tudod mi ez a nehéz bőrönd? Ez te vagy, mikor közben dujók húzunk. Így van. De úgy tűnik, hogy mostanában Bruiser cipeli a nehéz bőröndöt, mert ezek alatt a mérkőzések alatt sorra mutatja be, hogy milyen nagyszerűen tud genkelni, és az első tornyot végül aztán az ószer fogja megszerezni, miután Semek egy kicsit lusta módjára rombolta le, ugyebár nem számoltak azzal, hogy Ziggs amúgy alá fogja dobni a kis aknáját, ami azonnal 25% alatt lerombolja a tornyot, így bebukja azt a plusz koldot. A Gamers Origin, amit kitervezett magának Semek, hát balszerencsés módszert. Ez nagyon-nagyon unlucky volt, de még így is vezetnek, hogy a 2000 golddal Targum azt látta Eiro, és egy átütő nyilvesszővel jelezte is felé, hogy nem kívánatos személy itt a középső ösvényem. Ugye úgy néz ki, hogy Bruiser is és Toner is resetel, föltölti az életerőt, illetve megveszi azokat a bizonyos tárgyakat, és Bruisernál már készen van a dzsungeles item. A harcos kiegészítővel még ugye Tonernél a Morellon Omicron első tárgy meg is van. Egyszerűen látszik, hogy a Gamers Origin mennyire erősen tolja előre a léneket és a játékot, közben viszont lehet, hogy Semek bajba lesz, mert nem feltétlenül látta, hogy Fallen érkezett, de most már ugye felfedte magát, ki kell kerülni a vasmacskát, és jaj! Érdekes interakció volt. Elkapták Camille-t, miközben Vince az, aki vissza rángatja a vasmacskát segítségével. A flash-e feljött, így Hiorai már nem tudta földhöz kötni, viszont a lane swap megérkezett, így könnyedén akár a felső ösvény tornyot is le lehet rombolni. Ajjajjaj! Terrorista mókus úgy tűnik, hogy megölte Camille-t, miután a nagy bombája tejbe trafált a Semeket, és ezzel pedig könnyedén elvihetik a második tornyát az ószer játékosai. Ennél a forgásnál sokkal jobban jöttek ki. Az ószervesek viszont a Gamers Origin játékosai se tétlenkednek, hiszen már a középső ösvényen bontják a betont. Bruiser az alsó ösvényen párbajozik Eiroval szemben, viszont így egy tier 2-es tornyot is bebukhat az ószerv, miután Daisy az, aki segítségére siet. Egyszerűen és mehetnek tovább az Inhibitor toronyra is, miután Targamas és Toner továbbra se akarnak visszaérni. Ott van már Kitty is, ott van már Semek is. Targamas úgy tűnik, hogy elindítja a visszameletet, a halál 4 felvonása lassítja az ellenfelet, ezzel pedig be tudják szedni a középső tornyot. Így egy tier 2-es midlane tornyot cseréltek egy top lane tier 2-es toronyra. Hát úgy tűnik, mégis jobban járt a Gamers Origin. Hát én azt nem tudom, hogy csinálja az All-Star, de folyamatosan egy szituációt. Közben pedig látjuk a teleportot. Ajaj, Eiroh az, aki elmutagott. Bruiser bele a Corruptionbe. Érkezik a Flash, érkezik rá. A rugás viszont Semek már ült helyére ugrik, hiszen onnan már Eiroh-nak sikerült elfeselnie. Vince-től érkezik a Flash, és gyönyörűen vasmacskázza be a magyar dzsungelesünket, és Semek is így áldozattá jön. A dublé Vince kezei közé kerül, ezt egy kicsit túljátszotta a Gamers Origin, így két gyilkosságot is oda kellett adnia az Osef csapatának, valamint vala a sárkány is és a ez... franciák kezébe kerül. És ezzel együtt el is vesztette azt a 2000 goldos előnyét ugye a Gamers Origin csapata, ezzel a 2-3 tornyos kiegyenlítéssel, illetve a gyilkosságok elhozatalával a processzorot a két játékos közé valószínűleg itt életét is fogja veszíteni. Úgy van, ki is jött Toner is közel volt azért. Toner is nagyon közel volt, de ugye itt említetted a sárkányt, ami valószínűleg egy felhő sárkány, hogyha jól látom itt a térképen. Annyira nem csodálom, hogy nem próbálkoznak a dzsungelesek mindenféle tényleg vér és verejték árán oda kerülni és elvinni, hiszen talán ez az egyik kevésbé kedvelt sárkány. Ugye itt érkezik a visszajátszás botlénről, leérkezett a Ward, amire ugye később Semek teleportja. Jön Eiro, el is nyomja a Ghostot, és itt Bruiser próbált egy Ward-ugrással ugye kikerülni az útit, de hát az a hitbox az kicsit nagyobb, Eiroton nagyon szép a sidestep és a flash is, így ugye egyik képesség se találja előtt, és innentől kezdve Vince-nek a döntését kell látni, hogy milyen szépen flash-elt ki, Bruiser nem is gondolt rá, és itt ugye a hatalmas CC tömeggel, amit Nautilus képes kiontani magából, már nem volt annyira nehéz elvinni Semeket se, közben az 1v1. Ó, Hiorai! Majdnem 1v1. Hát nem 1v1 volt, majdnem, hanem 3v1, de Vince az, aki
a segítségére siet, így egy midlane-el cseréltek egy supportra, és Fallen pedig Kittyt próbálja meg kiaknázni teljes mértékben. Egyelőre úgy tűnik, hogy jobban működik Fallen kezében az a Ziggs, mint a Jean. Maga biztosabban játszik vele, és úgy tűnik, hogy a bombái céltudatosabbak. Bluezor az, aki keresi a lehetőséget. Érkezik a halál 4 felvonása, egyelőre pajzsát próbálják bontogatni, viszont sok sebzést nem tudnak rányomni. Érkezik Shemek oldalról, a Redemption pedig Process-től. Van, látták a Redemption-t, hogy már nem érdemes majd bemenni. Közben szépen ugye Mavardok kíséretében látják, hogy merre mozdul az Oserv csapata. Kitty lehet bajban, hiszen Jóráj nagyon nagy sebességgel mozdul felé, és valószínűleg kikerül ide ott az ulti. Hát igen, igen, ez az ulti, ez egyelőre nagyon-nagyon kedves Fallennek, azt hiszem mind a három gyilkosságát így szerezte. Szóval egyelőre Bluezor, bajban lehet, érkezik a mélytengeri Bluevár. Bluezor, Vince az a... Bluezornak sikerül elrúgnia onnan Vince-t, viszont így a középső tornyát bebukja, ezzel pedig a negyedik. Hát szerzi meg magának az ószer. Shemek lehet bajban, aki még eléggé papír karakter, főleg egy Vince-hez képest. Toner az, aki az alsósonyén próbál valamit fabrikálni, de ezzel még egy tornyot bukik minden. Az ószer csapata, aki eléggé magabiztosan játszik ebben a második gameben, bár úgy tűnt, hogy sokkal jobban jön ki az elején. A Gamers Origin most már vezet. Az ószer csapata és az inhibitor tornyot is könnyedén beszedheti, miután két tank ellen nulla tank a Gamers Origin-nál, és ezzel lehet, hogy most már nem fognak tudni mit kezdeni, hiszen Vince előnyben van Shemekkel szemben. Nem is kicsit, ugye látjuk, hogy 1-3 és 3-1-2 az állás. És ahogy mondod a játék elején, és hát még annyira nem is vagyunk benne a játékban, de a korai szakaszokban tényleg úgy nézett ki, hogy a Gamers Origin uralja az összes lane-t. Láttuk, hogy az összes ószerjátékos torony alá volt kényszerítve, Process nem igazán tudott genkelni, még azért Bluezor eléggé ott hagyta a nyomát a léneken, de egyszerűen nem tudom, hogy az Observe nagyon szépen forog a mappán is, a mapon, és... Mappán? Igen. Szóval nagyon szépen forognak a mapon is, és nagyon jók a rotációk. Még a Gamers Origin-nek ilyen kicsit furábbak az elképzelései, ugye Toner... Ilyen erőltetettek! Pusholja a lént, közben ugye midlénen 5 ember az Oser csapatától két tornyot is visz, Toner addig óvatosan elfarmolgat, boton próbálja betolni, és próbál valami elhozni, igen, amivel kicsit előnyösebbé teszi. Egy Ziggs-szel, egy Varus-szal lehet, hogy egy Karmával is talán sokkal jobban lehet. Ugyanazt a fajta taktikát, tehát ezt a 1-3-1-es felállás, vagy ezt a Toner speedpush próbálják alkalmazni, viszont most nem engedhetik meg magáknak, mert nincsenek akkor előnyben. Uh-huh. És az X ugye, mint mondtad, nagyon durván tudja bontani a tornyokat, szóval még kevesebb idejük is van akár arra, hogy ott a Siege-et valahogy elhúzzák, kipróbálják, mit tudom, mert hogyha lekerül annyi életre a torony, akkor ugye az X már azonnal el is tudja tüntetni, és ez ismét két toronyba került a Gamers Origin-nek, szóval 4-5 a torony állás. Ugye most sikerült Tonernek botlénen elhozni ezt a tornyot, de nem feltétlenül érte meg, hiszen a több mint 2000 goldos aranyból most már ugye hátrányuk lett. Úgy néz ki, hogy valószínűleg az Oserv csapata megint meg akarja nézni ezt a sárkányt, de inkább lemondanak róla és próbálják a léneket pusholni. Tényleg nagyon-nagyon nem kedvelik azt a sárkányt valami miatt. Nem igazán szeretnék, pedig úgy gondolom, hogy ez a játék stílus az, amit most az Oserv csinál, nagyon-nagyon előnyös lenne egy kis plusz mozgási sebesség. De egyelőre... 20 perc múlva is ott lesz, hagyjad. Hát jó, csak ráér. Igen, csak... Csak ahelyett még lehet, hogy jönne még kettő ugyanilyen sárkány, vagy még egy kis sebzés, vagy egy kis toronybontás valamiért. Keresik is az ellenfeleket, és Bluezor úgy tűnik, hogy nem vett észre, amúgy elkapták. Hát lag. Ez a tipikus lag, amikor már rég el kellett volna. De a Bluezoron rajta ötnek is fal lennél egy újabb gyilkosság. A kis robbantó mókos is jól érzi magát egyelőre a szerepében, hiszen dobálja folyamatosan az aknáival az ellenfelet. És sorra-sorra meg is kapnak. Úgy tűnik, hogy Daisy-t magáévá teszi Toner. Toner éhes volt, vágyott egy kis sütire. Igen, cupcake. Egy kis sütemény. És ugye, most megint mi történik? Egyszerűen kiszorítják torony alól a játékosokat. Most érkezik Kitty ugye a halálni felvonással, próbálja kicsit elűzni az ellenfél játékosait, de látjuk Vince, hogy mennyire tankos már azzal az egy darab köpennyel is.
és Eiro, illetve Fallen pókjával egyszerűen kiszorítják a torony alól a játékosokat, és ugye Fallen dupla V segítségével ismét leromboltak még egy tornyot, majdnem jó volt, aztán Bruzor nagyon mélyre fog menni, nem hiszem, hogy jó az ötlet, és eddig úgy néz ki, hogy ismét egy torony a semmiért cserébe. Az Osservnek most ez a siege-elés nagyon-nagyon jól megy, és az a Gears Origin nem tudja összeszedni magát. Igen, igen, egy process meg nagyon szépen játsza meg, hogy folyamatosan így elrejti a játékot. Tehát, hogy így Hiorai úgy tűnik, hogy kicsit később gondolta, hogy hazamegy és Bruzor erre kegyetlenül le is csapott, így egy gyilkosságot szed össze a semmiből a Gamers Origin. Visszatérve az, hogy process folyamatosan kitépíti az oldal bokrokat, amiben sorra-sorra belép Fallen és Aero, és igazából az X-nek elég az, hogyha egy kicsit leviszed az életét, mert utána hát én úgy gondolom, hogy most arra megy az Osserv, hogy Gravét maxoljon másodiknak az X-el, Fallen. Így most már nagyjából, ha jól látom, 10-es szintű, tehát úgy 30% kell aztán. Az a max szint környéke, de valami az a lényeg, hogy elég sok százaléknál már lebontja a tornyot. Így tényleg ugye, ahogy beszéltük, nem igazán van ideje se arra Gamers Origin-nak, hogy oké, most kitaláljunk valami új tervet, mert egyszerűen oda mennek, kipókolják őket tolony alól, és utána pedig egyből be is végzik Fallen segítségével. Itt valami agresszívat kéne lépnie szerintem a Gamers Origin-nek, egy oldalról jövő támadással kiszedni ugye Fallent vagy Aerot, valamelyik nagyobb damage dealert, és onnantól kezdve talán lehetne valamit csinálni. Ugye Vince egyelőre egy nagyon nagy betonfalként áll a Gamers Origin játékosai előtt, de tudjuk, hogy Semeknek azért a képességei lehetővé teszik azt, hogy a tankokkal elég szépen elbánjon. Szóval, hogyha valamelyik sebzés hordozott, ugye damage dealert sikerülne kiszedni, ugye ez most Fallen, illetve Aero. Most lehet akár egy jó lett. Érkezik a ottan. Teleport. Tonel próbálja meg elkapni Fallent, és sikerül is. Az interrupción. Ott van. Most mehet akár a Gamers Origin. Aero van bajban, miután Targamas és Tonel közé kerül. Vajon sikerül-e befejezni, és sikerül is, miután a hólabdával eltakarítja Tonel. Process van bajban. Ennyi. És a Gamers Origin megy tovább. Interrupción. Új boly. Most már Bruzor kezei között. És egyedül Jorai az, aki próbálja menteni a menthetőt. Mindenki a kis hógolyóival. Bluzor flash-en előre, Hiorai úgy tűnik nem menekülsz, és meg lesz itt az ász. Ő is elflash-el Bluzortól ismételten jó a Q, és ezzel megvan az ász. Így a semmiből 5-0-ás cserél eszközöl. Az Osserv viszont érkezik a kis roppantó mókus, nem mondom már ki többet a terrorista, mert azért kicsit szégyenlős. Ajajajajaj, vigyázzat! És ott van! Két embert is el tudta köríteni, és aztán Semek helyett Tonel viszi el. De egy dublét azért oda tesz Fallen, majdnem lett belőle egy quadra, de amúgy semmi gond, mindenki megnyugodhat, mert nem járt közel végül, és majdnem ellopta a baron, meg minden, az 5-0-ban majdnem csinált egy 5-4-et, és Hűz pedig érkezik a teleportja segítségével, úgyhogy beerőszakolja azt az inhibitor. Semek az, aki próbálja megvédeni. Érkezik oda Fallen is, viszont abban a kis mókusban van sebzés. Gyönyörűen kimászik a vasmacska erről. Érkezik oda Kit is, viszont 4 ember ellen nem nagyon fog tudni védekezni a Gamers Origin csapata. Hamarosan érkezik oda Targamas is, meg Bruzor is, Vince-t elkapják, és ezzel lehet akár valami kezdeni. Elhullott a primary tank. Semek ugrik előre, és Fallenen is megvan a gyilkosság. Aero az, aki a Ghost segítségével próbál minél messzebb futni, mint ez Kiri González, de a baronnal erősített minyokkal lehet tolni tovább. Az egyetlen egy szépség hibája az egésznek az, hogy most már nincsen inhibitora. Hiorait sikerül beszorítani a Kestrezbe Semeknek, és ezzel egy újabb gyilkosságot szerez a Gamers Origin, és már 5000 gold előnyt tud magáénak a csapat. Semek üldözi továbbra Aerót, és érkezik oldalra Targamas is, valamint Bruzor is. Jézusom! A kis Jackie Chan rugás jó Bruzortól, és ezzel Aero is el... Tonerék pedig már a középső ösvényt próbálják meg kopogtatni. Itt az az agresszív kimozdulás, amiről beszéltem, most kétszer is láthattuk. Ugye Baron erősítette minionokkal, illetve két hiányzó toronynak hála, most már ütetik az inhibitor tornyot is, amivel lehet, hogy ki tudják egyenlíteni a középső ösvényen lévő dolgokat. Targamas kicsit, mint hogy a problémával lenne, de nagyon-nagyon szép volt a lefogás. Jön, érkezik, Targamas úgy tűnik, hogy beszorult. Van flash-e még, de úgy tűnik, hogy inkább most flash-el, és vissza is húzza a vasmacska. Hát Targamas egy kicsit elnéztet, talán el kellett volna flash-elni, mégis a gyalogutat választotta.
Stoner az, akit megpróbál elkapni, viszont úgy tűnik, Ottan hogy egy vissza. Hát igen, a Syndra Games 2016, vagy már 17, menjünk meg az ultit, és eltűnik valaki. Fallent is úgy tűnik, hogy emlékeztette erre, hogy Syndra közelében nem menni. Most ezen hát igen. Csinálni. Közben jó rájön, nagyon jó, ugye a hanghullám, de sajnos Blurzornak nincs elég energiája, hogy tovább folytatsa. A kombót közben process is érkezik oldalról, és Blurzor baj. Ajjaj, Blurzor, figyelj! Nagyon szép. Érkezik az exhaust! Megérkezik a sok pajzs, jó rájra, így Blurzorhoz nőnek halott áldozat. Lesz, miután a cukorka papírok rárobbannak. Hát ez egy... Nagyon jó elgondolás volt Blurzortól, sajnos ugye a sok pajzs az megállította, és itt van az a bizonyos első fordítás, fordító, ugye Toner egyből rámozdul, Follent, és ahogy mondtuk, ugye egy ultival konkrétan eltüntető, ugye Eiro is kiszorul a csapata mögül, és be is tudják fejezni, innentől kezdve ugye Dimitről nem igazán beszélhetünk, és Semek pedig végzi a dolgát, takarítja el a tankokat. Na, gyönyörű volt a fókusz, ezt oda kell tenni a Gamers Regionnak. Meg volt Fallen, meg volt Eiro is. Kalapkabát, minden. De most jön majd a kis robbantó mókusunk, aki megláthatjuk azt, hogy mennyi élete is maradt annak a baronnasornak. 200 hát igen, körül. Érkezett a Smite Lee-től, meg szerintem, hogy nem volt. És ott van. Hát, végre. Megszeretgetik egy kicsit azt a sárkányt. Szegény már tiszta depis volt. Hát nem csodálom szegény ott. Tehát egyedül is közben Vince van. Négy ember közé beszorulva nem sikerül a vasmacskával betalálni sehova, nagyon-nagyon sok a lekötés, és ezáltal négy darab játékos elvitte. Ugye egy sárkányért egy mély tengeri búvár, hát nem tudom ki járt jobban, én úgy gondolom, hogy azért az Osszertnek azért még talán jobb a szituáció, de így viszont 4v5-ben, hogy nincs tank, így rá tudnak mozdulni a mid lane-re. Igen, úgyhogy a primary tankot, az elsődleges tankot kiszeded a dropból, és cserébe eltraded egy szélsárkányra. Hát, vagy felhős sárkány, de azért nem mindegy. Érkezik a halál négy felvonása, ami egy kicsit megpróbálja eltolni a torony alól Heroikat. Ezt nem igazán sikerül, viszont már nincsen sok élete annak a középső inhibitor toronynak. Erre próbál rámenni a Gamers Origin. De azért még hozzá kell tenni, hogy felső ösvényre is tekinthetnének, hiszen még ott is van egy tier 2-es torony, amit azért könnyű szerrel bevehetnének, és Semek úgy tűnik, hogy hallgat rám, hallja, amit a fülére mondom, mert elindult csak a felső részre, hogy beszedje azt a tornyot, míg tanulja az alsó és ugyan fog vándorolni. És azt a taktikát, amit már megszakadtunk a Gamers Origin-től, az 1-3-1-es felállás továbbra is alkalmazza a csapat. Ugyebár a játék elején kicsit furcsátok, hiszen nem voltak előnybe, de akkor is erőltették ezt a splitbox taktikát, de most úgy tűnik, hogy visszavették a sofőr kesztyűt és beültek a volán mögé, mert jelenleg már 6000 golddal vezetnek, szerintem a következő baronnasorra várnak, plusz arra, hogy az saját inhibitorjuk visszajöjjön, és utána meghúzzák a végső ravaszt arra, hogy az Ursus bázisára komolyabb csapást verjenek. 2 perc múlva érkezik újra a baronnasor, hamarosan érkezik a drágalátos nénink, hogy mondja azt, hogy jön vissza az inhibitor. De mielőtt elkezdenék, nagyon fontos az, hogy a Gamers Origin-nél senkit ne kapjanak el. Mindenki squishy target, nekik nagyon fontos az, hogy egy jól célzott rajtaütéssel operáljanak, mert lehet, hogy egy fordított, tehát hogyha egy Vince process féle rajtaütéssel kezdeményeznének, akkor abból sok minden nem lehet. Érkezik a teleport Semektől, mert Eiro próbálja meg elkapni. Targamas felé fut Eiro, akitől gyönyörűen kiflash-sel. Érkezik oda Vince is, hogy megmentse. Tonertől nem jó, aztán érkezik a Corruption Semekre, ami egyelőre gyönyörű. Vincent van a hangsúly, húzott ki onnan víz, és mind a két játékos meghal a Redemption EXT. A Gamers Origin játékosait így rámehetnek az inhibitor tolajnak. Fallenék visszaérkeztek közbe, de azt, hogy mondtam, gyönyörű a rajtaütés. A Gamers Origin-től a némibe is mondta azt, hogy visszaérkezik az inhibitor, franciául, és így is tett az, és ezzel újra operálhat a Gamers Origin. Most 45 másodperc van a baronnasorig, haza kell menni, be kell vásárolni, fel kell építeni a Vision-t, és utána rá kell feküdni arra a baronnasorra, mert úgy tűnik, hogy ebben az akcióban nem lehet több, de ezt Toner másképp gondolja, mert előre próbál menni, Fallen majdnem megöli Tonert. Hát egy baronnasor előtti harcnál, baronnasor előtti harc előtt kinyomni ezt az X ulti képességet, az úgy tűnik, hogy
jól jött a Gamers Origin-nek, főleg úgy, hogy Toner nem hagyta ott a félfogát. Hop-hop, közben eljöttem látni. Megrősített. Szegény kilépett, de egyből is érkezett a Reconexión, szóval semmi probléma nem történt. Ugye Tonertől muszáj volt az a flash, hiszen Zix ulti közepen nagyobbat sebez, és így is éppen, hogy csak túlélte, hogy a széle kapta el. És visszatérve ezekre a különböző taktikákra, ugye az Oser valahogy nagyon szépen erőltette be ezeket a tornyokat, a Gamers Origin nem igazán tudott rájuk válaszolni, de amint megtalálták a választ, közben Blurzolék nézelődnek processzre, lehet, hogy itt Nem. Szóval nem igazán. Megtalálták az ellenszerét, ugye ezt a hirtelen kiszedjük az X-et, és akkor utána már nem tudtok tornyot törni. És egyszerűen az Oser, mintha az ott egy elfogyott volna. És nem képesek egy újabb taktikával előjönni. Daisy, meghalt. Próbálkoznak. Daisy sincsen. Egyszerűen a Gamers Origin csapata most nagyon szépen felvette ismét a fonalat, és úgy néz ki, Semek megpróbálkozik Vince-el 1v1-ezni. Tudjuk, hogy ugye az a Camille az nagyon szépen tudja bontani a tankokat. Ezért Vince egyből próbált menekülni, és Bruiser az ellenfél vonalai mögött nézelődik. Próbálkozik kicsit zavarni, de egyelőre úgy néz ki, hogy nem igazán sok vizet. Semek a másik oldalon próbálott valamit csinálni, próbálja erőltetni ugye a Minion Wave-et, pusholni be. Egyelőre 4-4-es szituáció, balkész felüli dzsungelbe, csak a pókolás jobbra-balra, mindenki egyetlen egy elhibázott lépésre vagy egy jól betalált lefogásra vár, hogy indulhassanak is. Ugye látjuk, hogy mind a két, nem is mindenki, ott van halálni, felvonásban. Igen, miután Semek megérkezik a hátulról, Aeroman, túlzol, és Semek úgy tűnik, hogy közre fogra, és egy ilyen jó két oldalról megtámogatják. Drága látos, Aero-t hát abban a szemügyben nem lettem volna személy szerint. Aero-nak ez a Varusza nem a legmozgékonyabb, és ezt ki is használja. A Gamers Origin ezzel pedig rárepülhetnek a Baron Nashorra, ugyebár Fallennek van már rövégső képessége, amivel könnyedén megtámogathatja a Baron Nashort. Ó, szegény Vince. Vince-en van Semek, és úgy tűnik, hogy rá is megy Semek. Vince próbálna megtűnni, viszont a háttérben Fallen az, aki tünteti el az NFL játékosai. Targamasnak van kevés élete, Vince sikeresen el is pusztítja Targamas, és Bruzonnak van még mellette kevés élete. Hát Fallentől megkapták azt a kis kobbót Tonerék, és ezzel pedig nem számolt a Gamers Origin, ugyebár Fallen terroristájával kéne vigyázni ott, mert a kis robbantó mókusunk azért oda pörkölget a Gamers Origin csapatának. Hát igen, ez volt ugye eddig a kulcs ezeknek a fordításoknak, hogy Fallen minél gyorsabban eltüntetik, de most egyszerűen Tonert kiszedte falon keresztül, és ugye tudjuk, hogy Tonernek az R képessége volt eddig Fallen legnagyobb kriptonitja, de most valahogy sikerült ezt megkerülni, és el is viszik a második sárkányt, ami egy pokoli sárkány plusz sebzést és varázserőt fog biztosítani az egész csapat számára. Látod? Ez még meg se érkezett, már mozdult a király. Ja, mert úgy tűnik, hogy az Infernalt jobban szeretik, mint... Közben így látjuk van, a így kezdést. Így viszont itt látszik az, hogy ha nem Fallen az elsődleges célpont, akkor megfordítja az egész csatát. Láthatod azt, hogy fél évettel ott mászkálnak, és látod, most fogod majd Fallennek így. Fallen ott mászkál, tintirüm, nem vagyok sehol, és aztán így a fal túloldaláról így hirtelen bedob két bombát, ott van Fallen. És most érkezik a végső képesség, egy Q és puff, tessék, ennyi volt. Toner, így világon nem látott senki Kitty, a háttérben ugyebár eltünteti Hero Ride-et, úgyhogy a Midese, meg a supportja is meghal a Gamers Origin-nek, nem nagyon érte meg ez az akció. Így van, ugye, ahogy mondtuk, Fallent erre kell tüntetni mindenféleképpen, mert eléggé fenéken tudja billenteni. Nem azért, mert nem szeretjük a mókusokat, de... Hát figyelj, ezek után a játékok utáni 2-3-ban most annyira nem kedvelem ezt a fajt, de hát figyelj, majd meglátjuk még, mi lesz itt a mérkőzés végén. Egyelőre úgy néz ki, hogy Fallen a kulcsa a győzelemnek vagy a bukásnak, ugye ez már csak a Gamers Origin-től függ, hogyha Tonernek sikerül outplay-elni, ugye Fallent azzal a Q-ulti kombóval, akkor onnantól kezdve a Gamers Origin-nek egész egyszerűen nyert ügye van, és úgy néz ki, hogy meg is kezdik a harcot. Nem érkezik tudom, oda Vince is, viszont be van szorulva. Hiorály az, aki próbálja visszatartani a Gamers táját. Érkezik oda Process is, Daisy is, és Vince is, viszont gyönyörű a visszalökés Tonertől.
Ajjajjajjajjajj, Fallen megérkezett oldalról, viszont Shemek bontja az épületeket. Bluezor az, aki visszalúgja a pitbe Fallen. Hát barátaim, titeket nem zavar amúgy, hogy a vázisotokat törik. Shemek továbbra is az inhibitort fürkészül. Bluezor az, aki próbálja ellopni a baron nasult. Érkezik oda Shemek is, Processnek is, Fallennek is kevés élete van. Ezzel Shemek pedig eltüntet egy ember, Kitty egy másikat. Jön Aero-ra a lekötés, viszont Kitty így meg fog halni, miután Aero-tól szép volt a kettős gyilkosság. Dublé már ott, Bluezor és Shemek pedig a háttérben brillozik Hiorainál. Hát, Aero egy kicsit eltüntette az ellenfél játékosait. Bluezor az, aki próbál itt valamit csinálni, és... Hát... Bluezornak tényleg az ima mentette meg az életét, és a Gamers Origin minionjai úgy tűnik, hogy barátságosabbak ezen a mérkőzésen, mert csak úgy tolják előre azokat a csapatokat. Vince átugrik a Dragon Pitnél. Nézzük vissza, Fallen nagyon kevés élettel ott áll a pit oldalán, Shemek pedig előre fessel és eltünteti. Process, Kitty lövedéke érkezik, Targamas és Kitty pedig megpróbálta az 1-2-1-et felvenni Aero-val szemben, viszont Aero, amikor így felsztekkel valakit, akkor könnyedén felrobbantja, hiszen minél több autót akkor bevisz, és ráadásul a 3, ne ugye az a max, akkor utána egy ilyen squishy targetet könnyen vansatol. Elég szép százalékos sebzést ki tud osztani, így az van. Biztos. Itt ez nem volt egy annyira rossz választás, de talán az lett volna egyszer. Közben Tonertől nagyon szép sebzés, de Toner, Jézusom, az ulti több mint fél életét elvitte. Fallennek most de most nincs ulti. Sebzése, de most már legalább nincs ultia, szóval hogyha most Toner egy kicsit összetudja magát szedni, akkor lehet próbálkozni. Shemek ismétlen oda. Shemek? Szóval lehet, aha, Hiorai lehet ott, aki az elkapás áldozata lesz. Ott is van. Igen, Bluezor szépen odalök ki Shemeknek, Shemek lenne. Szépen látom én is. Kaptam a csomagot, és úgyhogy Fallennek most nincsen ultia, kb. 20 másodpercig, ja, 25-ig, így el lehet kezdeni a baronnasort. Ugye vár. Process és Vince is ott van, Shemek a Guardian Angel-jével takarítatja Daisy-t, ami egy fontos kult szereplője lenne a következő baron fight-nak. Vince az, aki érkezik meg nagy sebességgel, viszont 4000 életen van a baronnasor, Process nézelődik arra. Targamas próbálja meg lekötni Processt, akit egyelőre sikeresen sikerül, és Toner pedig... Process! Ott van! Kevés élete van! Fallenre ráfessel! És az életét áldozza azért, hogy megszerezze a dublét, viszont a kis mókus eltűnjön. Vince próbálja meg Shemek támogatni, és Bluezor pedig előre ugrik, hogy azt a kis robbanó gránát bogyót felrobbantsa. Vince próbál menekülni. Érkezik oda Hiroál is, viszont Gamers Origin minionjai folyamatosan törik a bázist. Egy Nexus torony már len van. Hiorai lehet a következő célpont, vagy a Nexus torony. A Gamers Origin folyamatosan tör előre, és ezzel meg lehet a második győzelem is, miután Hiorai is áldozattá válik. Aero-t visszarúgja a bázisra. Bluezor úgy tűnik, hogy megkegyelmez neki, miután a második gémet kicsit kiegyensúlyozottabb körülmények között, de megnyeri a Gamers Origin. Hát ez izgalmas meccs volt a javából, de Toner